Még mindig érkeztek szeptemberben fiatal férfiak a zöld határon keresztül, akik a sorozás és a katonai szolgálat elől menekültek Ukrajnából. A lónyai illegális határátkelőt is használták. Akik a legális átkelőn jönnek, azoknak sokszor 5-6 óra várakozási idő. A településen továbbra is működik segítségpont. Amikor megindult az egész roham, akkor napközben több mint 6-800 ember, sőt volt olyan nap, amikor 2800 is megfordult ezen a segítségponton. Ma ez egy kicsit visszaesett ez a forgalom, tehát napközben nem sok embert lehet itt látni, viszont éjszaka megmozdul az élet, és ugyanúgy ügyeletet kell tartanunk, mert csak egy telefon, hogy 6-8-10 ember lézeng a segítségpont előtt, és akkor jönnünk kell ellátni őket. Tehát ők a zöld határon jönnek, ez azt jelenti, hogy szöges dróton, vizen, tehát mindenféle természeti akadályokon keresztül. Kerek évfordulót ünnepelt szeptemberben Baktalóránt háza önkormányzata. Az őszi városi napok egy 3 napon át tartó rendezvény volt, amely ápolta a hagyományokat és minőségi kikapcsolódást ígért a város és a környező települések lakosainak. A rendezvény nyitó napján egy jubileumi ünnepséget is tartottak a Kastélyi Múzeum kertjében, ahol városi elismeréseket adtak át. Sok mindenről szó esett, mivel sok minden történt, hál' Istennek Baktalóránt háza az elmúlt 30 évben. Nagyon sokat fejlődött a város, nagyon sok közszolgáltatás létesült a településen. Természetesen van még hová fejlődni, hiszen még mindig vannak olyan tereink, városközponti területeink, amelyeket fejleszteni kell. Szeretnénk a meglévő szolgáltatások színvonalát még tovább javítani, még tovább fejleszteni, hiszen változik az idő, változik a világ, és szeretnénk ezt követni a fejlesztésekkel, amelyeket a jövőben szeretnénk megvalósítani. Újabb trafibox működik Vármegyénkben. Szeptember közepe óta Újfehértón a 4-es főút mellett is méri a sebességet az eszköz. A trafiboxot eddig két helyszínen, Nyíregyházán és Leveleken alkalmazták. Itt a 4-es főútnak ezen a szakaszán, ahol most vagyunk, naponta átlagosan 10 000 jármű halad át, hisz nagyon nagy az átmenő forgalom Nyíregyháza és Debrecen között, és tapasztaltuk azt rendszeresen, hogy a közlekedési szabályokat nem mindenki tartja be ezen a szakaszon sem, és ezért is örültünk annak a kezdeményezésnek a rendőrség részéről, hogy itt a 4-es főút újfejtői átmenő szakaszán legyen egy ilyen fix trafibox, amelyből tudják az erre közlekedők szabályos közlekedését ellenőrizni. Szeptember közepén szervezett tüntetést a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magosz Záhonyban. Az ukrán gabona export tilalmának uniós megszüntetése ellen emelték fel a hangjukat. A bizottság elnökasszonya részben azzal indokolta, hogy nincs piaci zavar, gyakorlatilag működő piac van ezekben az országokban, tehát értelmetlen most már a tiltást érvényben tartani. Ugyanakkor a másik indoklás az volt, amire már hivatkoztam, hogy majd Ukrajna ígéretet tett ugyan, hogy majd Ukrajna szabályozza a belső piacait, és egy olyan export szabályozási rendszer dolgoz ki, hogy ezekbe az országokba nem engedi szállítani az ukrán termékeket. Elnézést kérek, ez több, mint vicc, ez pimasság, ez megalázó, és ez szemenszedett hazugság. Így nyíltan a kamerában. Szemenszedett hazugság. Ismerjük a helyzetet, pontosan tudjuk, mi van Ukrajnában. Szeptemberben elkészült a minden igényt kielégítő modern nővészálló a Szabolcs-Szapán-Bereg vármegyei oktatókórház Nyíregyházi tagkórházában. A 3 szintből álló, 118 férőhelyes, minigarzonokból álló épület csaknem 1,5 milliárd forintból épült fel. A nővérszálló átadó ünnepségén elhangzott. Az országban összesen 15, a Nyíregyházhoz hasonló intézmény készült el eddig. Igaz, hogy dominálóan nővérek elszállásolásra szeretnénk majd ezt felhasználni, de ugyanitt elhelyezésre kerülhetnek kollégák, rezidensek, fiatal családos munkatársaink is, akik magas színvonalú, igényes, nagyon jó árérték arányú helyen tudnak hónapokig átmenetileg élni és emellett dolgozni. Nagyon örülünk, hogy ez a beruházás nálunk valósulhatott meg. Szeretném kiemelni a beruházás kapcsán Adorján Gosztáv főigazgató úr nevét, akiben a gondolat megfogalmazódott, hogy itt a helyszínen valósítsuk meg ezt a beruházást, és szívügyének tekintette ezt a beruházást.
Felújított önkormányzati utat adtak át Pócs-Petriben. 2014 óta 18 utat sikerült rendbetenni a településen. Az eseményen részt vett Rétvári Bence államtitkár is, aki elmondta, a magyar kormány saját forrásból előlegezi meg a hiányzó uniós forrásokat. Nehezen érti az ember józan ésszel, hogy itt a Pócs-Petri út az miért nem támogatható az unió részéről. Ők nyilván azt mondják azért, mert Magyarország nem demokrácia, és Magyarországon minden a korrupcióról szól, miközben láthatjuk, hogy anélkül, hogy ők ezeket a forrásokat, ami a mi forrásunk, engednék, hogy hozzáférjünk, anélkül is fölépültek ezek az utak, hiszen hála Istennek egyébként, annak ellenére, hogy háborús időszak van, annak ellenére, hogy szankciók vannak, annak ellenére, hogy épp hogy túl vagyunk egy világjárványon, a magyar gazdaság és a magyar költségvetés van olyan erős állapotban, hogy bár az unió egy eurócentet sem utalt ezekre a forrásokra, de a magyar költségvetés ezt megelőlegezte, és ezek fel is épültek. Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke kijelentette, a következő 7 évben a vármegyében mintegy 150 milliárd forintot fordítanak közösségi fejlesztésekre.